hálás vagyok. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban olyan könyveket, nem. Tekerik ezt vissza. Elnézést, nem aludtam nagyon sokat az elmúlt egy hétben, úgyhogy kicsit nem vagyok toppon. Na mindegy, de kell videó, mert nem augusztusban akarom kihagyni a videókat, hanem majd szeptemberben úgyis kevesebb lesz. Szeptembertől, mindegy. Szóval, a mai videóban 5 könyvet fogok bemutatni, méghozzá azt az 5 könyvet, amik így az összes valaha eddigi olvasott könyvek közül, általában eddig olvasott összes könyv közül a leghosszabbak, talán. Nem biztos egyébként, hogy sikerült pontosan a leghosszabbakat kiválogatnom, mert valamiért se Goodreads-en, se Moj.hu-n nincsen sehol olyan szűrési felület az összes elolvasott könyvnél, hogy oldalszámra rendezze. És csak a Moj.hu-n csak a saját könyveimet tudom oldalszám szerint rendezni, és azt is nem is tudom, hogy melyik oldalszámot néz igazából. És ugye nem csak az én könyveim közül akartam keresni a hosszú könyveket, hanem így unblock az összes könyv közül, amit olvastam, úgyhogy így gondolkodtam, meg nézegettem, hogy mi az, ami még hosszú volt. De mindegy, összeszedtem 5-öt, úgyhogy mondjuk azt, hogy ez most akkor a top 5 leghosszabb könyv, amit valaha olvastam, és ezekről beszélek egy kicsit. Nyilván nem nagyon fogok ezekről beszélni, mert a legtöbbje az olyan, hogy sorozat rész, de nem az első, szóval így azt annyira nem akarok spoilerezgetni, meg ilyenek. És azon gondolkodtam, hogy most ez ugye a top leghosszabb 5, de majd lehet csinálok még olyat, hogy további hosszú könyvek, meg ennek a fordítottját, hogy nagyon rövid könyvek. Na, oké, csak összehoztam, hogy mi ez a bejelentkezés, és akkor nézzük. Visszafele fogok menni, úgyhogy az 5. helyen egy Rick Riordan könyv áll. Ez pedig az Olympus hősei sorozat 4. része, a Hades háza. Egyébként ez az Olympus hőseiből azt fogjuk rá, hogy ez a kedvenc részem egyébként nekem. Legalábbis én úgy emlékszem, ezt szerettem a legjobban. Újra kéne már olvasnom az Olympus hőseit, és régen olvastam újra, és azért emlékszem rá, na, de tudom, hogy szerintem azért imádtam ezt nagyon, mert ebbe van Percy szemszögéből is fejezet. Percy kb. Az egyik legkedvencebb karakterem az egész sorozatból, úgyhogy nyilván örültem neki, hogy végre van megint a szemszögéből. Mert azt hiszem csak a Neptun fiában volt, úgyhogy Neptunus, Neptun fia. Mindig belebonyolódok, mert az Son of Neptune. Angolul Neptun, amúgy meg magyarul Neptunus. Mindegy, ez a könyvecske a kemény táblás Disney Hyperionos kiadásban 597 oldal, plusz még, hogyha az utolsót nézzük, 598. Mondjuk azt, hogy ez kerek 600 oldal, kb. Igen, elég tömény és elég sok minden történik benne, és elég sok helyszínen is, úgyhogy érthető. Viszont ezeknek a Rick Riordan könyveknek van egy olyan tulajdonsága, hogy elég nagy betűvel és nagy sor közzel írják, de eleve az egész Olympus hősei sorozat hosszabb könyveket tartalmaz, mint a Percy Jackson. Na igen, szóval ez volt az 5. helyen álló 600 oldalas könyv. Azután a 4. helyen, ahogy legalábbis én néztem, 640 oldallal Cassandra Clare-től a Végzett erejéi sorozat utolsó része áll a... Milyen neved? Mennyei tűzvárosa. Tudtam, hogy ez egy vastag könyv, nem emlékeztem, hogy ennyire, és nem tudom, hogy olvastam végig, hogyha ez ilyen vastag, mert én sokat emlegettem, hogy a Végzett erejéi nem a szívem csücske. És ezt a második hármas köteg könyvnek a második három részét okolom. Tudok beszélni, nem baj, szóval a második három részét okolom a sorozatnak, mert az első három az jó volt, tetszett, de nem kellett volna a további hármat elolvasnom, mert az volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy ez nekem nagyon, nagyon nem fekszik. 3 csillagot adtam rá, ami olyan közepes, tehát nem, igazából nem egy rossz értékelés, de sok... Nem emlékszem, mi történik ebben a könyvben, mert itt van 630 oldal, 640 oldal, és nem tudom, a vége van meg kb. Csak. Csodálkoztam, hogy én ezt hogy tudtam végigolvasni, mert szerintem amúgy egész gyorsan olvastam őket.
Bár talán pont ilyen nyári szünet volt, úgyhogy ráértem. Nem jött be, de ez a negyedik leghosszabb könyv így az összes közül, amit olvastam, úgyhogy elég érdekes ebből a szempontból. Majon, amikor beállítottam, ezt hozta legelőre, hogy ez a leghosszabb könyvem. Ami érdekes tekintve, hogy megvan a Gyűrűk ura is, ami hosszabb, de igen. Most ugye azt nézzük, nem akartam egy sorozaton belül több könyvet is hozni, mert az úgy nem lett volna túl izgi. Tehát például most a Trónokharca könyvekből is csak egyet hoztam. Spoilereztem most, hogy mi fog majd még jönni, de mindegy, tehát hogy abból sem hoztam mind a kettőt, csak az egyiket. Egyébként tökre elgondolkoztam, hogy lehet ki kéne tennem ezeket a könyveket, mert nem biztos, hogy újra fogom olvasni, de... ha van valami, amihez ragaszkodok, amúgy nem ragaszkodok nagyon semmelyik tárgyamhoz, de a könyveimhez nagyon. Harmadik versenyzőnk, harmadik helyen álló versenyzőnk, 750 oldallal a Harry Potter és a Főnix rendje. Ez egy nagyon vastag könyv, pont valamelyik nap dobta föl Facebook vagy Instagram, hogy én ezt 5 éve olvastam először. Én az ötödik részt egyébként nagyon szeretem, mert sok Sirius Black van benne. Viszont nem spoilerezek, de aki olvasta, az tudja, hogy Sirius Blackhez kapcsolódóan miért nem szeretem annyira ezt a könyvet. Meg egyébként a Harry az elején nagyon-nagyon hisztis, sorry. Hú, ott nagyon idegesítő és csapnivaló. És egyébként most újra is kéne olvasnom ezt a részt, mert ugye a negyedik részig olvastam most angolul újra, és ez jön, majd angolul, de még egyelőre nem vettem rá magam, mert most eleve a könyvklubos olvasásokkal is próbálom tartani magam. Plusz az augusztus zsúfolt volt, úgyhogy ez még várat magára. A második helyen álló könyvemet leszpoilereztem az előbb, ugyebár. Ez egy Trónokharca könyv, bár technikailag nem is az a sorozat címe a könyvekben, hanem a Tűz és Jég dala. De mindegy. Két Trónokharca könyvet olvastam, megint Trónokharcát mondtam, na mindegy. Szóval kettő részt olvastam belőle, mert úgy vagyok vele, hogy majd elolvasom a többit, ha kint van az összes rész, mert úgyis elfelejtem addig, hogy mi történt, mert rettenet hosszú könyvekről beszélünk, és nagyon sok minden történik bennük. Szóval a második rész volt a leghosszabb, tehát így, a Királyok csatája 900, most a függelékeket is nézem benne egyébként, 970 valamennyi a függelékkel együtt, amúgy meg 940. oldal. Ezek vastag könyvek, ezt szerintem mindenki tudja, hogy a Trónokharca az ilyen nyaralásra elviszel, egy ideig el leszel vele. Kivéve, hogy olyan gyorsan olvasunk, mint Borka. És ezt is már régen olvastam. Tavaly előtt olvastam ezt a második részt. És már így sem nagyon emlékszem, csak a sorozat miatt emlékszek dolgokra. És ezért nem fogom tovább olvasni a harmadik résszel, mert hogy ők vele, hogy majd, ha George R.R. Martin végre megírja a maradék két részt, akkor esetleg. Mert addig háromszor elfelejtem, mi történt ezekben a könyvekben, és rettenet sok idő elolvasni őket. Nos. Na, ennyire tört össze a telefonom. És nem. Ez egy elég kamikáze esés volt a részéről, át is dobom az ágyra. Túl sok könyv van az ölemben, és én még nem pakolok le. Na, a top egy leghosszabb könyv, amit olvastam. Nézőpont kérdése. Mert ezt tehettem volna valahol ott a legelejére, amikor még ilyen 600 oldalaknál jártunk, de mivel igazából ez egy darab könyv, csak három felirat szedve, mert nagyon hosszú lett volna egy könyvként kiadva, tehát hogy masszívabb lett volna, mint a Trónokharca, úgyhogy igazából három részben van, ez pedig nem más, mint Tolkientől a Gyűrűk ura. Tehát ez majon úgy van fönt, hogy egy könyvként, a három rész egyben, és ez így 1700 valahány oldal, tehát ez olyan 600 valamennyi a harmadik rész, hogyha így nézzük. Az első rész szintén a 600 oldal, a negyedik rész, a második rész meg olyan 400 oldal körül van, hogyha így összetesszük. De igen, én ezt most így egynek számolom, mert igazából úgy kéne, tehát hogy nem sorozatnak kéne venni, mert igazából nem az. Csak hát ugye most ezt egybe kiadni, ez egy ilyen vastag könyv lenne, és ez azért elég, hogy mondjam, masszív. De igazából szerintem külön-külön sem nagyon lehet megvenni a részeket, tehát hogyha bemegy az ember könyvesboltba, egybe van csomagolva, mert összetartozik. A sztori is csak el van ugye vágva, ott a könyvek határainál, és ugyanúgy folytatjuk, ahol abba hagytuk, tehát hogy ez egy könyv, egynek is számolom. Úgyhogy ez volt a leghosszabb könyv, amit így valaha életemben olvastam.
és újra kéne, mert főleg most már megkaptam saját példányokban is, és ilyen szépek, és nagyon szeretem őket. Szóval ezek a leghosszabbak, amiket legjobb tudomásom szerint olvastam eddig. És igazából majd nem tudom, hogy akkor csinálok-e ebből ilyen más hosszabb könyvek per más rövidebb könyvek részt is, de ha szeretnétek, akkor írjátok meg kommentben, és akkor csinálok. Akkor feltétlenül csinálok, és nem csak így fölteszem az ötlet polcra, hogy majd egyszer lehet. Kommentben írjátok meg, hogyha tudjátok, hogy melyik volt a leghosszabb könyv, amit ti olvastatok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!